Remélem, kellemesen teltek a hajbeültetés alatt nálunk töltött órái. Van kérdése a gyógyulási időre vonatkozóan? Igen, az lenne a kérdésem, hogy a hajbeültetésem után mikor festhetem először a hajamat. A hajfestéssel minimum 2 hetet várni kell. Ha valami természetes színnel szeretné befesteni a haját, akkor a 2 hét letelte után ez már lehetséges. A hajfestés előtt mindenképp érdeklődjön fodrászánál, hogy milyen hajfestékekkel rendelkezik, ugyanis ha sok benne a kemikália, akkor érdemes több időt várni, minimum 1 hónapot. Mikor mehetek leghamarabb fodrászhoz? Ugyan 1 hét után már elmehet fodrászához, ha van valami, amit szeretne igazítani a haján, de mivel a hajbeültetés előtt rövidre lett vágva haja, igazán nem lesz mit vágni belőle. Azt javasoljuk, hogy akkor menjen először fodrászhoz, amikor aktuális lesz. De ne hamarabb, mint 7-10 nap. Ez az idő a gyógyulástól függ. Ha úgy látja, hogy be van gyógyulva a bőre, akkor a 7. nap is elmehet, de lehetséges, hogy várni kell akár 10 napot is, ez mindenkinél egyéni. Mikor mehetek szoláriumba? A szoláriumozással is érdemes várni minimum 2 hetet. Természetesen az teljesen individuális, hogy ki hány percet tölt a szoláriumban, de a bent töltött idő alatt igyekezzem valami kendőt tenni a fejtetőre, hogy ne égjen meg a bőre. Ezen a területen ugyanis érzékenyebb lehet a bőr, ezáltal hamarabb leéget, ami nem tesz jót a beültetett hajszálaknak. Mikor vehetek fel sapkát vagy bukós isakot? Szellős, könnyű sapkát már a beavatkozás után 7 nappal is tehet fel, de csak rövid időre, például amíg kimegy az autójához, vagy amíg bemegy a boltba, benzinkútra. Igyekezzen úgy feltenni a sapkát, hogy annak pereme ne érintse a beültetett területet. A donor területhez a sapka pereme már 7 nap után érhet, de a beültetett területhez még ekkor sem. A bukós isak sokkal jobban körbefogja a fejet, és általában 30-60 percre vagy akár több időre is viselhetjük, ezért ennek használatával érdemes várni 2 hetet. Összességében elmondható, hogy minél extrémebb a körülmény és minél hosszabban tartó, annál később szabad azt csinálni, legyen az akár sport, akár más tevékenység. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel! Várunk a HMG hajbeültetési klinikán,